Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold be az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a szubzsáner. Avagy a kedvenc könyves műfajom, a sci-fi. Sziasztok, ez itt a szubzsáner 9. novemberi adása. A mikrofonnál Ivanics Rigel Klaudia, és hát meghívott vendégünk nem más, mint Kő Gergely, szinkron rendező, és a Vágyszem Podcast egyik műsorvezetője. Szia, Gergő! Hello, szia, Klaudia! Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Szia! Na, hát az e-havi témánk egy elég, mondjuk azt, hogy sokat váratott magára, mert én ezt eredetileg májusban szerettem volna kamera elé vinni, de hát akkor nem sikerült, mert nem volt meg rá a megfelelő emberem. Nem is értem, miért nem téged kérdeztelek már akkor is. Igen, szóval az e-havi témánk az nem más, mint hogy sci-fi-e a Star Wars, és ha igen, miért nem, vagy esetleg fordítva. Felvezetésként azért azt gyorsan megemlíteném, hogy mivel a szubzsáner az egy ugye könyves podcast, a Star Wars, azt meg hát szerintem mindenki tudja, hogy nem regényből indult ki, hanem ugye egy, hát azzal lehetne vitatkozni, hogy ez mennyire volt a Lucasnak egy teljesen önálló gondolata, mert ugye tudjuk, hogy az írók, rendezők, stb. Lopnak, de a lényeg az, hogy egy, nevezzük úgy, hogy ez egy teljesen önálló műve, szagája a Lucasnak. És ugye a regények azok csak utána születtek meg gyakorlatilag. Szerintem eredetileg ugye főleg a filmeknek ugye, tehát a filmekből született regény, aztán ugye készültek a kis kiegészítő történetek, és ugye pont ezek miatt mára úgy csoportosítjuk a Star Wars regényeket, mint vannak ugye a kánon regények, és vannak a nem kánon regények. Na most az abban a szerencsés, vagy szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy én mondjuk nem kánont nem nagyon olvastam, Gergő, te viszont igen. Igen. Én nem kánonokat, tehát legenda könyveket elég sokat. Ugye az egyik nagy kedvencem ugye a Timothy Zahn-féle éra, nevezzük így, ami ugye most már egy picit átalakult kánonba, mert hál a jó Istennek, erő úgy kívánta, ugye, hogy beemelték ugye a kánonba az én nagy kedvencemet, majd mondom, hogy kicsodát. Ugye a Timothy Zahn-nak ezt a három regényét imádtam, az eredeti első kötetes verziók azok itt vannak fönt a polcomon, rongyá vannak olvasva, mert nagyon-nagyon-nagyon imádtam, egy nagyon-nagyon Star Wars volt. Én megmondom őszintén, nekem picit fájt, bár, ja, bocsánat, előre is elnézést kérek mindenkitől, éppen most jövök kifelé egy kis megfázásos dologból, és lehet, hogy néha itt még bele fogok rákogni, köhögni az adásba. Úgyhogy nekem egy picit nagyon fájt, hogy nem ezt a irányvonalat vitte tovább a Disney, Lucas, tehát inkább a Disney, most már inkább Disney-zzünk, mert szerintem több potenciál lett volna, mint az utolsó háromba. Én mielőtt még itt a nagy dömping áradat elindult a komment szekcióba, hogy ez Star Wars az utolsó három, vagy nem Star Wars, szeretném leszögezni, nálam minden Star Wars. Jó, tehát nálam mindegyik sorozat, mindegyik könyv, mindegyik, hogy hívják a Star Wars. Én fanatikus rajongó vagyok, tehát én olyan szinten, hogy nekem még édesanyám mesélte, hogy a moziba kívülről mondtam a filmet, mikor először láttam, ugye 80-valahányban hozták be aztán az elsőt. Nagyon kicsi voltam, de kívülről tudtam, mert állítólag valami képregényeket olvastam, valami behozott angolt, és előre tudtam, mondtam, hogy mi ezt mindenkit felidegesítettem bent a moziba ezzel, állítólag, hogy spoilereztem, mint az atom, úgyhogy anyám elég bírt leállítani. De összességében viszont én nagyon nagy rajongója vagyok a Star Wars-nak, tehát aki ismer engem, az tudja, hogy én félelmetesen, tehát az erővelem van, meg minden, tehát ahogy a számítógépemen, ahogy a háttérképernyő, az a This is the way, majd erre is kitérünk.
De én megmondom őszintén, hogy én azt nagyon-nagyon-nagyon nem örültem neki, hogy nem ezt. Nem tudom, tiszta vagyok vele, hogy nem tudta volna megvalósítani a Disney ugye azt, amit a Timothy Zahn könyvek beírtak volna, mert ugye akkor a korkülönbség volt már, ugye az 5-6 évben játszódik a Jedi visszatér után körülbelül, és hát ugye itt az, hogy már a szereplők azért tudjuk, hogy inkább közelebb voltak a 80-hoz, mint a 50-hez. Ezzel tisztában vagyok 100%-ig, viszont én azt mondom, hogy alapötletnek szerintem lehetett volna abból kiindulni, mint ebből a három könyvből, mert valami zseniálisan vannak megírva szerintem. Az a három, tehát a Timothy Zahn, az nálam az valahol a George Lucas magasságában van, tehát Lucas egyelő Timothy Zahn, mert én olvasom az új könyveit is, hát ugye most éppen a legújabb trilógiájának a végét olvasom, és imádom, tehát annyira fantasztikusan építi föl a kánont, és annyira Star Wars-os, hogy szerintem ez van a legközelebb a magához a Star Wars-hoz, mint könyvek, amiket leírtak. Úgyhogy én nagyon, nagyon imádom ezt a részt. Azon kívül rengeteg ilyen plusz könyvet olvastam, tehát például az mondjuk nem, az kánon mondjuk nem legenda, a fejvadászok könyve például, ugye ami volt, ugye a Tatooine-i fejvadászok könyve, azt is imádtam, tehát az IG-88-nak a történetét, ahogy ottan egy marad a háromból, tehát én azt nagyon, azokat is nagyon-nagyon szerettem, nagyon régen olvastam már, de őket is imádom. Gergő, mi volt a legelső Star Wars könyv, amit olvastál? Tudod-e? A Csillagok háborúja. Csillagok háborúja. Aha. Tehát amikor ugye megjelentek ezek a filmek, én imádtam őket, és nekem valamiért nagyon sokáig, tehát jó, bocsánat, ha ezt így visszavonom, akkor azokat kicsit eltérünk, nem könyv volt. Nem tudom, emlékszel-e rá, volt a, jaj, de hirtelen akartam mondani a nevét az úrnak, rajzoltak egy ilyen rejtvény füzetet. Ha jól emlékszem, akkor volt a Csillagok háborúja, a Birodalom visszamegveszem 1-2, egy képregény füzet. Néha látom felbukkani az interneten azt a atyákat, még valamikor a 80-as, 90-es években rajzolták. Egy rajz, ilyen képregény. Színes vagy sima? Nem, ez a fekete-fehér. Jó, mert én nekem csak a színeshez volt szerencsém, abból a Quinlan Voss-t sikerült elkapnom. Amiben volt egy keresztrejtvény a végén. Most így hirtelen nem. Ugye én 90-es évek gyerekei vagyok, tehát Voss. Igen, de ha a könyvről beszélünk, akkor igen, akkor Csillagok háborúja. Tehát amikor megtudtam, hogy ebből van könyv is, hát azt nagyon gyorsan megvettem. Mondjuk abból már van egy egész kollekcióm, vagy 4-5 van az eredeti Csillagok háborújából. Igen, mert ugye többször kiadták, mert ott is pont az volt a baj, hogy ugye nyilván a könyvnél még egy csomó mindent beleírnak, és na, rám ragasztottad a köhögés. Szóval, tehát azt is többször kiadták, és ugye ott is tehát többször elmondták, hogy tulajdonképpen az eredeti kiadás az ma már kvázi nem kánon, több esetben a filmeknél, mert hogy olyan dolgok vannak benne, ami már a kánonnak nem felel meg. Igen, vannak benne eltérések, de én azt azokat a könyveket olvastam ki legelőször, mind a hármat, a Birodalom, Jedi, meg a Csillagok háborúja, a Birodalom visszatér, a Jedi visszatért is. Azokat olvastam, és utána jött a nagy kedvenc, ugye az is ilyen 90-es években a Timothy Zahn-féle könyvek akkor jelentek meg, és ugye ők még szerintem, most nem akarok hazudni, tehát most ugye ezek a számokkal meg mindig bajba vagyok, de azt hiszem az még a Hotyek előtt jelent meg a tehát a Bajós árnyak előtt dobták ki a Timothy Zahn-os könyveket. Én nagyon imádtam, mondom, én a mai napi rajongok. Na jó, van, elmondom, nekem a kedvenc karakterem a Thrawn admirális, tehát ebből a kánonból. Az eredeti kánonból bármilyen is furcsa hangzik, nem Han Solo, mert nem is Darth Vader, hanem ős csapda. Akbar admirális. Akbar. Meg nem mond, hogy miért. Fogalmam nincs, imádom. Tehát egyszerűen én nagyon imádom a karakterét. A mai napig egyik ő a kedvencem a Csillagok háborújából, és tényleg nem tudom, hogy miért. Lehetnék, hogy olyan közhelyes, hogy Darth Vader. Hát jó, mindenki Darth Vader szereti, mindenki szereti Darth Vader-t, ezt tudjuk nagyon jól, de én inkább Akbar, meg Csubakkát, tehát én ők karaktereiket szeretem az egész ilyen történetből.
Úgyhogy könyvoldalon, utána még olvasgattam egy csomó ilyen kiegészítő könyvét, szólókönyveket, amik ugye aztán ugye nem lettek, azok is inkább legendák maradtak. Illetve ugye ami bejött nem sokkal bejött utána, a játék, ugye a Kotor éra, ja. ami nekem még egy nagy örömöm, hogy nagyon úgy festi, ott is azért kezdik behozni a Kotor érát. Egy-két ilyen apróság előkerült már, ilyen visszautalások, amik arra utalnak, hogy lehet, hogy kanonizálni fogják azt, ha nem is egy az egybe 100%-ba, de hatalmas potenciál van benne, és ugye ott az a játékon is egy hatalmas rajongó tábora van, ugye ott annak a úgymond érának, mondjuk megmondom őszintén, férfiasan be van, abból az érából könyvet nem olvastam még. Terben van, például mondjuk az egy kicsit más, ugye a Bane trilógia, a kettő szabályának a kialakítója, azt mindenféleképpen szeretném kiolvasni, és amit most megrendeltem, mondjuk ez megint egy picit már nem az az éra, hanem a közelebb van ugye a Darth Plagueis, tehát ahogy felemelkedik a Palpatine, mert azt mondják, hogy az egyik legzseniálisabb könyv, úgyhogy az is ott van a szekrénybe. Csak nagyon nehezen jutok el odáig, hogy sajnos olvasni tudjak, mert amire jutok odáig, hogy olvasni tudjak, el is alszok a könyv fölött, de igyekszem azokat is kiolvasni, tehát az még egy nagyon kedvenc könyvem, még mondjuk az kánon, de legendákból terveim vannak még ugye ezeket a régi kotorérához, kotorjátékhoz köthető könyvek közül is egy párat, hogy elővegyek is, és megnézek, elolvassak. Szuper. Különben itt említetted a Han Solo könyveket. Érdekes, mert nekem is az első Star Wars regény, amit elolvastam, az a Han Solo bosszúja volt, ami már egy nem kánon regény, bár amúgy lehetne az, na mindegy. És persze azért olvastam el, mert anyámnak volt a kedvenc karaktere Han Solo, és akkor Star Wars könyvek is vannak, tessék, olvasd el ezt. Jó, amúgy szeretem Han, de tényleg csak így anyám ragasztotta rám, mármint Hannak a szeretetét. Viszont azt is azért elmondom, hogy kíváncsi vagyok, olvastad, de mert az én kedvenc trilógiám, az is egy trilógia, ugye én is nagyon szeretem magát, ugye a Throne köteteket, teljesen mindegy, hogy kánon vagy nem, tehát nem kánon, mert egy szerintem nagyon zseniális karakter, és én nem ismertem ezt a karaktert, egészen addig, ugye, amíg a Lázadók sorozatba, ugye be nem hozták, kvázi nem kanonizálták, és itt nem tudtam, hogy ki az. Aztán ugye persze a különböző fandomokon, meg egyéb ilyen oldalakon írták, hogy ki is ő, és akkor kezdtem el ugye először ugye az eredeti trilógiát elolvasni, Zántól aztán most pedig ugye már az újakat, tehát persze nyilván nekem is mindenre van időm, csak arra nem. Igen. Ezen kívül viszont, mert ugye te említetted, hogy te neked minden, tehát hogy te minden szeretsz, ami Star Wars, én az a fajta vagyok, akinek a három legújabb trilógia az nem, abszolút nem jön be, és én nem szeretem, és nem is tartom kifejezetten. Star Warsnak nyilván ezzel lehet vitatkozni, de most nem fogunk. És nekem igazából a Star Wars regények közül, ami igazán kedvenc, az az utóhatás trilógia, és nekem az jelenti igazán a Star Warsnak a lezárását. Jó, szuper, akkor olvasd! Ott van fent a polcon! És még nem olvastad? Ott van fent a polcomon, ott van mind a három, és igen, én is terve vettem, hogy kiolvasom. Az a baj, hogy sajnos van vagy hat vagy hét könyv valami, ami úgy szépen a kirajzás, azt tudom, hogy legenda, de hogyha az utóhatás trilógia, az mind ott figyel fent a polcomon, úgyhogy igen, majd szeretném kiolvasni, rajta vagyok. Helyes, ugye... mert imádom, tehát az utóhatás trilógia fantasztikus, és nagyon jó karakterek vannak benne, többet nem is mondok, mert spoiler lesz a vége. No! Beszéljünk arról, ugye, hogy most akkor a Star Wars tekinthető-e science fictionnek. Még mielőtt majd ketté harapnak a nézők, ugye én mindig el szoktam mondani, hogy mi az aktualitás ennek a műsornak. Ugye nyilván azért szerettem volna én ezt eredetileg májusra, mert hát ugye május 4-én találkozunk. Volt a félrefordítás, ugye nemzetközi Star Wars nap. De ugye ez akkor nem jött össze, viszont tehát ugye annyi Star Wars-szal el vagyunk látva,
hogy gyakorlatilag annyira könnyű aktualitást találni, hiszen ugye most fut például az Andor sorozat, nem tudom, hogy nézed-e? Az első részt már megnéztem. Jó, mert erre majd mindjárt fogok visszatérni. De pont azért, hogy ugye ez kifie a Star Wars. Na hát akkor szerinted ez kifie a Star Wars? Mindenféleképpen science fiction. Tehát mindenféleképpen az. Viszont ugye azt is tudomásul kell venni, hogy maga a Star Wars egy mese. Tehát bárki bármit mond, bárki bármit állít, igen, science fiction, de inkább mese, science fiction. Tehát egy kalap alatt nem lehet emlegetni, én azt mondom, hogy nincs olyan mélyértékű üzenete, mint általában az, amit a science fiction szokták mondani, hogy hú, a nagy science fiction, meg így a science fiction, meg úgy a science fiction. Ez is az, csak szerintem ez egy könnyedebb verzió. Én azt mondom, hogy ez egy mese, a jó, tehát ahogy el is indult az egész, a jó, a rossz, és a csúf, mert ugye még a harmadikban jön a Jabba, tehát jó, a rossz és a csúf, tehát itt a jó és a rossz küzdelmei vannak. Most az már egy másik történet, hogy ugye akkora rajongó tábora lett, és olyan legenda és kánon épült köré, hogy egy egész univerzum köré épült. Tehát itt lehet azt mondani, hogy akár olyan, mint mondjuk a Warhammer univerzum, tehát ami effektíve egy játék, de arra sem mondaná senki azt, hogy nem science fiction, mert az, de mégis egy játék. Oké, ott is idegen lények, meg ahogy hívják. Szerintem minden olyan ismérvével rendelkezik a Star Wars, hogy azt mondjuk neki, hogy science fiction, viszont ugye ez egy mese. Tehát ez a mese science fiction. Ugye most összeszokták hasonlítani a másik sztárral, de most én inkább nem erre felé mennék el, hanem azt mondanám, hogy olyan irányvonalhoz hasonlítsuk hozzá, ami tényleg science fiction, akár Arthur C. Clarke-nak a vonalai például, az űrodüsszeák. Ugye annak sokkal mögöttem mélyebb története van, sokkal mögöttebb tartalma van, ha valaki ezt végigolvasta, akkor tudja, hogy ott az egész emberiség kifejlődésére építette fel a regényt. Tehát van mögöttes tartalom. Amíg a Star Wars-ban, most legyünk őszinték, mi van? Jön a Vader, aztán mindenki meghal a űrhajón, és akkor össze-vissza kergetik egymást, és győznek a jók a végén, mikor legyőzik a 6 darab vadászgéppel a bolygónyi nagy csillag, a halálcsillagot. Tehát ez egy mese. Mese, de science fiction. Tehát én mindenféleképpen, és pontosan ezért is rajongok, én nagyon szeretem az összes részt. Említetted, hogy nálad az utolsó három az már nem olyan Star Wars-os. Ezzel a részével egyetértek veled. Én nagyon sok Star Wars oldalon fönn vagyok, és nagyon nem szeretem, amikor elkezdik ezeket szapulni. Igen, megvan mindegyiknek a maga baja, de akárhogy is nézzük, ez már Star Wars. Tehát Star Wars, én szeretem a maga hibáival. Én a legnagyobb hibájának azt róvom föl, hogy újra forgatták az 1-2-3-at. Vagy a 4-5-6-ot, bocsánat. A 4-5-6-ot. Mert ha jobban megnézed, a 7 az 1-1-ben új remény, tehát az új remény remix, tehát az egyértelmű. A másodikban, az utolsó Jedi-ben legalább megcsinálták azt, hogy megfordították az egészet. Nem az elején jönnek a lépeket, hanem a végig, és nem hó van, hanem show van. Ennyi. Tehát, de nem ugyanazzal az az egészben. És ugye utolsóról ne is beszéljünk, az epikus csata, a császár, tehát, és én azt szoktam mondani, és előre elnézést kérek mindenkitől, és remélem a Disney, hogy hívjáknak, nem nézi a, hogyha bármilyen nézheti nyugodtan, én legszívesebben az összes Disney forgatókönyvírónak az ujjaiba gyakorolnék egy kicsit, nem mondom, hogy milyen eszközzel gyakorolnék rajta, hogy nem voltak képesek egy önálló történetet oda tenni, hogy Ctrl-C, Ctrl-V a 4-5-6, és maga az, nagyon örültem neki, hogy élő szereplős volt. Tehát az 1-2-3-nak mindig a személyre vetnek, ugye most már annak is megvan a rajongó tábora, és ugye amit mindig a személyre vetnek, hogy nagyon el van digitalizálva. De azért legyünk őszinték, nekem is ez volt mindig eleinte a bajom vele, de aztán rájöttem, hogy oké, de egy ilyen droid hadsereget hogy csináltak volna meg számítógép nélkül? Az már egy másik történet, hogy például a klónok támadásában miért kellett a klónokat tehát számítógéppel megcsinálni. Miért nem lehetett ugyanúgy, mint a rohamosztagosokat, amikor a Jodával állnak ott a hajón és lövik őket. Oké, hogy a háromban már nagyon jó volt a technika, és ott már annyira nem látszik ez, de én nagyon örültem a 7-8-9-nél, hogy a rohamosztagos, az rohamosztagos volt. Amely emberke rohangált egy műanyag plebotyviákba,
ruhába. Tehát ennek nagyon örültem, hogy mi így visszatértünk oda, azt az első három is meg lehetett volna csinálni, de én mindegyiket úgy szerettem, ahogy van. Mondom, ez az egyetlen egy problémám vele, és ezért mondtam az elején azt, hogy én nagyon-nagyon örültem volna neki, hogyha ezt a Timothy Zahn-féle írát, és szerintem a Star Wars rajongók 99%-a velem egyetért, most lehet, hogy aztán majd a kommentáradat, hogy én nem vagyok abban az 1%-ban, vagy a 99%-ban az 1% vagyok, de én jobban örültem volna, hogyha arra könyvre, vagy valami hasonló történetre fűzték volna föl ezt a három részt. Viszont én mindig azt mondom, hogy most már úgy kezdik el kimélyíteni az egész univerzumot, hogy próbálnak mögé tartalmat tenni, de ha jobban megnézed bármelyik sorozatot, amik vannak, akár a Mandót, akár a Boba Fett könyvét, ugye ott is még mindig a régire, tehát ugyanaz egy mese, egy western, egy jó, a rossz és a csúf, és akkor a jó győz, ahogy hívják, gonosz elbukik, ugyanaz az elvet követik. Úgyhogy én egy science fiction mesének mondanám magát a Star Wars-t. Igen, abszolút, én is mindig úgy gondoltam, hát nyilván felnőttként, hogy ez egy űr opera, vagy egy űrwestern tulajdonképpen. Igen, tehát igen. Közelebb áll tényleg a mese műfajához. Ehhez különben ajánlom visszahallgatásra a szeptemberi gyűrűkúrás szubzsánert, mert a férjemmel pont abban elemeztük a gyűrűkúra, a Star Wars, Harry Potter triót, ugye a mese elemeivel, tehát hogy ugye van a hős, van a segítők, van a mentor, varázstárgyak, stb. És ugye teljesen jól rá lehet húzni erre a klasszikus magyar népmesék című felhozatalra, ugye? Hogy az árva fiú elindul, és ő lesz a kiválasztott. Na, igen. Így van, de így van. De így pontosan, van. És ez gyakorlatilag most elmondtam a Harry Pottert, elmondtam a Gyűrűk Urát, és elmondtam a Star Wars-ot egyetlen mondatban. És a végén a jól legyőzi a gonoszt, kész. Na. De szerintem ezért is szereti mindenki. Igen, mert ugye a klasszikus meseelemeket tartalmazza. Ugye a másik dolog, amit szerettem volna erre még mondani, az az, hogy ugye a Star Wars, tehát talán pont ezért is szereti mindenki, hogy mert ugye alapvető értékeket, vagy alapvető értékrendet hordoz. Tehát tényleg ez a klasszikus, ez a jó legyőzi a gonoszt. Én még picit talán belemennék abba, hogy vannak kvázi ugye a megváltásra váró, vagy megváltást érdemlő személyek, ugye ez a Darth Vader effektus tulajdonképpen, ami ma már tényleg egy ilyen kvázi pszichológiai fogalom lett, hogy a Darth Vader effektus. Viszont ugye visszautalva arra, hogy magából a Star Wars-ból mennyire akarnak sci-fit csinálni, most már egyre több ilyen fandomokon lehet főleg találkozni ilyen magyarázatokkal, hogy ugye például, ahogy akár a Dűnében, akár ugye itt emlegetted Arthur C. Clarke-ot, tehát ugye, hogy az ember kifejlődik, és szépen meghódítja a világűrt, és a többi. És ugye próbálnak a Star Wars-nál is egy ilyen rámenni, hogy hát ez igazából, mondjuk, ha nem is, nyilván nem a mi galaxisunkban, de mondjuk egy szomszéd, vagy hát a mi galaxisunknak egy szomszéd ágában mondjuk játszódik, ami lehet egy messzi-messzi galaxis, hát valaki másnak biztosan messzi van. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, mi is szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis. Tulajdonképpen ugye, hogy az ember meghódította az egész galaxist, tehát nem csak a naprendszert, hanem ugye az egész galaxist, és ugye a különböző emberfajok azok így szélettek szét, hát nyilván a többi kvázi idegen lények azok meg ott voltak a saját kis bolygójukon. Na most ez azért érdekes, mert nem tudom, hogy erre mennyire akartak szándékosan rájátszani az Andor sorozat készítői. Most ugye te még csak egyetlen részt láttál,
de ha megnézed akár annak az egy darab résznek a cím, tehát a fő cím, amikor ugye elkezdenek felsejleni az Endor, tehát magának a névnek ugye a betűi, mielőtt megjelenik a név és kitakarja a képernyőt, a képernyőnek nagyjából így a bal alsó részén ott van a nagy göncöl, tehát a göncölszekér. És nyilván én amatőr csillagászként persze egyből kiszúrtam, és nagyon vágy szeműek kiszúrhatják a kis göncölt, ugye, tehát az ugye tudjuk, hogy ahogy van a nagy göncöl, és így gyakorlatilag így vele szembe fölfele, tehát ugye sarcsillag, sőt, még az egyszarvúnak, a monokerosznak is fölismerhető néhány csillaga, bár az alapból is nagyon halvány, de lényeg az, hogy a nagy göncölt az nagyon feltűnően ott van. És pont ezen gondolkoztam, hogy vajon ez ilyen direkt utalás, hogy hát igen, akkor ez a mi galaxisunkban játszódik igazából, vagy csak egy ilyen véletlen dolog volt, hogy jaj, kellett egy csillagos háttér, és véletlenül már maradt a nagy göncöl a képben. Figyelj, ha erre akarnak utalni, szerintem akkor nem jó irányba indultak el, mert hogy Star Warsnak pont ez a lényege, hogy a messzi-messzi galaxis, és mese. Tehát ez nem a mi galaxisunk. Most az, hogy ezt így benne hagyták esetleg, és utalni rá, hogy elviszik egy ilyen emberi irányba, már az Obi-Wan Kenobi is afelé ment szerintem. Oké, hogy itt az Obi-Wan Kenobira volt kihegyezve a történet, de ott is azért már a háttérben azért olyan sorsok voltak, lázdók, átállók, birodalmi tisztnő, aki föláldozta utána magát, és szóval ott is már rengeteg ilyen van, ugye a maga a Zsivány 1-es is már inkább erről szólt, hogy nem minden fekete és fehér, mint az eredeti Lukászban. Ennek szerintem annyira nem is baj szerintem, hogy ezt így elviszik ebbe az irányba. Hát az, hogyha most ezt be akarják hozni, ezt, hogy a mi galaxisunk meg ahogy hívják, ez lehet, hogy csak egy ilyen, most szokták ezt mondani, ilyen vicces, ilyen, inkább ilyen direkt ott hagyták, és hogy kiszúrják ki a rajongók, hogy az-e. De ugye kiszúrják a rajongók, ugye? Kiszúrják. Ja, ilyen easter-egre gondolsz esetleg. Az unikornist, azt tudom, hogy nem ismertem volna már fel. A nagy göncölt azt ismerem. Úgyhogy igen, lehet, hogy ilyen easter-egg, mint amik szoktak lenni máshol is, hogy benne hagynak egy-két R2D2 röpülát a képernyőn, meg hasonlók ugye más sorozatokban, vagy más science fiction filmekben. Én nem örülnék neki, hogyha erre felé vinnék el, mert azért ennek megvannak a más típusú más típusú science fiction sorozatok, amik az emberiség történetét boncolgatják. Viszont az egy érdekes elképzelés lenne, amit te mondasz, hogy az emberiség, ugye emberek már szalaszét szórottak a galaxisukban elég szépen nagyon, mindenhol, külső peremvidéktől kezdve a márhol belső magnál mindenhol ott vannak az emberek, és hogy honnan kerültek elő az emberek, hogy honnan kerültek elő, hogy egyáltalán így földhöz kapcsolódik-e, mert ugye itt nem két percet örelünk fel, ugye amikor ugye a kotor az már több ezer évre megy vissza, és akkor is már voltak emberek. Tehát ebbe az érában már annyira szanaszét van szólódva az emberi faj, az emberiség, hogy... De én megmondom őszintén, hogy én örülnék neki, hogy ez így maradna, hogy az ember, de az is egy nagyon érdekes dolog, amit te mondasz, hogy mindenkinek van egy szülőbolygója. Tehát Mon Calamariak a Mon Calamariak, a huttok, ugye a nálhutta, mert ott mondjuk egy picit más volt a történet, de mindegy, ott nekik is volt egy bolygójuk, ahonnan kifejlődtek, de érdekes módon az emberiséget így kihagyják, hogy most melyik bolygóról származol. De én ezt nem, én sose hiányoltam a Star Wars-ba, hogy akkor mondjuk azt, hogy X bolygón, hogy ezen a bolygón fejlődött kezemben, hol fejlődött kezemben, tényleg, melyik bolygón. Ugye van egy-két ilyen faj, a Munkalán, tehát azért mondom, és ugye mindegyiknek megvan a maga bolygója, tehát ugye a Han Solo-nak is ugye az is egy, úgymond egy emberi bolygó, de ugye sok ilyen emberi bolygó van, viszont tényleg nem beszélnek róla. Én nem örülnék neki, na, én mint Star Wars rajongó, én nem örülnék neki, ha erre fele menne a Star Wars. Én mese, tehát én ezt a mesét szeretem, én azt mondom, hogy legyen egy mese, maradjon is egy mese, és szőjék a történeteket jobbra-balra, azzal nincs bajom, tehát amit a Mandóba is összehoztak, tehát ugye az a másik, mint maga az Endor, Zsivány 1-es, tehát oké, az az eredeti
kilenc filmhez kapcsolódó sorozat, de maga a többi, hogy jönnek, ugye lesz az az új fajta, ami, nem is tudom, mikor fog játszódni, amiben a... Jaj, de hírt akartam mondani a nevét, a Skeleton? A Star Wars Skeleton lesz a hogyha fogja játszani benne a főszerepet, gyerekek fognak benne játszani, és jaj, de hírt akartam mondani. A Sherlock Holmes-on, a Dr. Watson. Na, mondom, mert most még nem vagyok Na, igen, ő, imádom magát a karaktert, mint a színészt. Rákos Bilbob, tudom. Nem tudom, hogy hívják. Mindegy, úgy, ő, igen. Úgyhogy ő neki a sorozatát, ugye valószínűleg az is egy másik független lesz, mondjuk az Ahsoka az mondjuk ehhez tartozik majd, ehhez a sorozathoz, ehhez az érához. Viszont én örülnék neki, hogyha más irányba is elment, és ezért nagyon, mondjuk ez is ehhez az érához tartozik, én még nem örülök, hogy a Zsivány 1-est elkaszálták, ugye most arról szólnak a hírek, hogy azt teljesen elkaszálták. A Zsivány 1-est, ugye ezt a, ami a vörös aranyosztagról szólt volna, a zsiványosztagról szólt volna. Bocsánat, csak itt már ugye vörös 5, meg arany 5, meg Zsivány 1-es, ugye még keverem itt a, ugye a régi vörös 5-ös, mert ugye aztán tettek a zsiványok. És én örülnék neki, hogyha egy kicsit szélesebb univerzumba szétmenne és lenne. Én ezért is örültem például a Tron érának, ugye, hogy behozták ugye a Tronnak a faját, arról az egész könyv arról szól különben. Úgyhogy én nagyon örülök. Na, ha már itt ugye emlegettük akár az Ahsoka sorozatot, akár ugye Tront, neked milyen az, amikor ugye tehát olvasol egy karakterről, és ez megjelenik a filmvásznon. Most jó, nyilván Thrawn ugye először animálva, tehát őt először ugye animálva láthattuk, aztán, hogy most egyelőre ki fogja játszani az Ahsoka sorozatban, ezt ugye még nem... Nem az, akit én szeretnék. Mert akit szeretnél, Lars Mikkelsent kitalálom. Nem, mert ugye ő adta a hangját, nem? Benedict Cumberbatch. Ez lett volna a második tippem. Nem. Én rögtön azt mondtam, hogy ő. Tehát, és ugye ő rögtön azt nyilatkozta, hogy ő nem hajlandó kékre befesteni magát órákra, meg nem hajlandó így, meg nem hajlandó úgy, de hát tudjuk nagyon jó, hogy egy, van az a pénz, kettő, ismerjük ezeket a, én nem akarom, ezt csak megjelenik a karakterbe, tehát ez direkt marketing ez a része, én ebben reménykedek, másban nem nagyon, de őnek is örülnék, amik ezenek is örülnék különben. Igen, mert ugye Lars Mikkelsen adta a hangját. Igen. Én örülnék, neki is örülnék, mert őt is egy hatalmas színésznek tartom, úgyhogy, de nekem valahogy az a hűvös, tehát az, ami lejön a könyvből, a admirálisról, az a hűvös, távolságtartó, de kemény, és hogy hívják, az nekem a Cumberbatch, tehát ez nekem bárki bármit állíthat, ez is imádom a színész, zseniális, tehát ez szerintem bármi besz hozzányúl, bármit eljátszik, az egyszerűen ez zseniális, és ő lenne a legalkalmasabb, én szerintem rá, neki is örülnék. Visszatérve eredeti kérdésedre, én örülök neki, tehát én amikor megláttam a lázadókban, és csak az animálva a tronat, akkor egy ilyen szokott lenni az a pot, azt tudom, amikor először látja, hogy és akkor végig kiég a pirosan a szeme neki. Na hát én az Ahsokában voltam így, amikor először megjelent, azt is imádtam, tehát az Ahsokát is szeretem, így magába hagyják magát, de a színésznő az, aki eljátszott, az zseniális volt. Nagyon ügyesen áthozták a karakterét szerintem. Ugyanez igaz különben a többi lázadókban, meg a hagyjákban látott karakterekre, tehát a klónok háborújában látott karakterekre is, tehát akár itt a Bo-Katanra gondolok, az is egy nagyon eltalálták, jó hozták át. Ugye ezért bízok benne, hogy Fioli úr az a többinél is megfelelő karaktert fog beállítani a harci sorba. Hát amikor hogy kimondta azt az egy mondatot, ahogy hívják a Ahsoka Tano, hogy akkor hol van a mestered, Grand főadmirális, akkor jött ez a szemvilágítás, tudod, ez a Én ott úgy voltam, hogy úgyis a Tront fogja mondani, és így vártuk a férjemmel, néztük, és így, yeah. Így hol van a mestered, tuti azt fogja mondani, hogy hol van a Tront, a főadmirális, és tényleg így kimondta, és így
Igen, igen, nekem is kiégett a szemem, tehát ebből látszik, hogy ez egy nagyon népszerű karakter, tehát én nagyon szerettem, és nagyon örülök neki, úgyhogy bárki is lesz a azt nagyon szeretni fogom. Ő ügyesen hozzák át különben akár a régi karaktereket is, mondjuk a Mandóban az utolsó részben, amikor ugye megjelent a Luke, aminek szintén nagyon örültem, azt nagyon ügyesen hozták át vissza, tehát ő nagyon-nagyon jól megcsinálták. Aztán a második részben, ha jól tudom, a második évadban, vagy a következő évadban valamelyikben, hogy ott is megjelenik, meg a Boba Fettben is megjelenik, és ott viszont már egy színész játszotta, aki itt egy kicsit úgy át, ha jó, de most meg lehet, hogy meg fog követni mindenki engem különben, mert... Deepfake-eltek, azt tudom, igen, tehát igen. Az biztos. Igen, igen, és... viszont nagyon is el tudják rontani ezt. Én például a Zsivány 1-esbe nagyon sokáig én csodálkoztam, hogy csinálták a Nagy Moffot. Igen, Tarkint. Volt. Tarkint, köszönöm. A Tarkint Nagy Moffot. Tehát ő egyszerűen jó, ő mindig sötétben van. Tehát úgy könnyű volt megcsinálni. Igen, de ott nekem például ott a Leia volt nagyon furcsa. Az borzalmas, az elront. A Tarkint még úgy oké volt, Leia nem. Tehát nem, szerintem Leiát elrontották. Szerintem ott semmi más nem kellett volna csinálniuk, ha életem volna rendező, meg se fordult volna. Úgyis mindenki tudja, hogy ki az. Tehát könyörgöm, aki Star Wars rajongó, az tudja, hogy ki az. Meg se kellett volna fordulni, csak odaadni neki, és így előre mondta volna, hogy bemegy a... Na, tessék, mindjárt megrendezem újra a Zsivány 1-est. Meg se fordul, ugye remény, és akkor elindul a hajó. Tessék, és meg se kell fordulnia, és minden Star Wars rajongó tudja, hogy az ott a Leia volt. És szerintem ez tök fölösleges volt előre így belehozni a körülbelül úgy nézett ki már, bocsánat, mint előre is elnézést kérek az összes hölgy hallgatótól, mint amikor ilyen mindenféle filterek küldenek, képek meg tesznek föl, hallott, hogy ismered a hölgyet, tudod, hogy néz ki a való életben, föltesz egy olyan képet, hogy egész arca le van simítva, de így nézett ki a Leila, könyörgő, hogy egész arca le volt simítva neki, semmi ránc meg semmi, vagy semmi életszerű dolog nem volt, tiszta úgy nézett ki, mint amikor küldik ezekkel a ilyen mondjad már mikkel, ezekkel a filterekkel a képeket. Filterja, meg Photoshop. Fú, te, hát azt mondtam is, hogy Photoshop meg minden, tehát viszont nagyon örülök tényleg annak, hogy hozzák át a rajzfilmekből a karaktereket. Az Ezra Bridger-re is nagyon kíváncsi vagyok, máltag ő is lesz majd ugye az Ahsoka-ba. Én nagyon kíváncsi leszek, ahogy hívják rá is nem tudom, hogy a többi karaktert hogy fogják áthozni a lázadókból, de az Ezra Bridger-re is nagyon kíváncsi vagyok, illetve hát is meg arra is kíváncsi, hogy mi történt velük, mert ugye visszahozzák ezeket a karaktereket, úgyhogy én szeretem, és most már elég ügyesen csinálják meg ezeket. Hát meg általában, amihez ugye Filoni hozzányúl, az jó szokott lenni. No, ugye mivel itt előre elmondtad, amit én aztán kérdezni akartam volna, ezért most máshogy fogom feltenni, ugye eredetileg az lett volna a kérdés, hogy mi a kedvenc regényed, tehát ezt most már ugye jól adjon meg vissza, beszéltük itt a mindenféle Thrawn köteteket, úgyhogy úgy teszem fel a kérdést, hogy ezeken kívül van-e kedvenc regényed, akár legendák, akár kánon? Hát, Star Wars-ban, hogy hívják, ne? Hát, figyelj, nem tudom, hogy most tényleg most olvasom magát a Thrawn könyveket, én nem mondom, mert azok is zseniálisak. Tehát az egész, az a 9 könyv. Amit említettem, még nagyon szeretem a fejvadászokat, tehát a fejvadász meséket nagyon szeretem, illetve szerintem nagyon zseniális, ahogy hívják is, mondjuk még csak az elsőt tudtam, nem antológiának hívják, hanem az a bizonyos szemszögből. Ja, igen, könyvek. Igen, ez a novellás gyűjtemény. Így az van, jó, a birodalmat, én nagyon szeretem az ilyeneket, tehát az ilyen pici novellákat, meg a hogyha, jaj, jó van, te kövérgej, nagyon szégyen. Hát a kantin történetek. Tehát a Mos Eisley kantinjának, ugyanígy volt egy ilyen fejvadászos, meg volt ez a kantinos, hogy ott lévő karakterek, na hát azokat is imádtam. Tehát ott is volt ugye rohamosztagos, akik bejöttek, azokat kibeszélték, ezt a
hogy hívják ott azt a milyen bogárszerű lényt is kibeszélték. A sáskát? A farkast, igen, a sáskát, a farkast, farkas embert is kibeszélték, és egy, szerintem zseniális az a, az a könyv, azt is nagyon-nagyon szeretem. Azt is nagyon szeretem. Ma a régiek közül mondják, nagyon sokat mondtak, erre a otyákra vagyok kíváncsi nagyon a Dark Plagueisra, mert mindenki azt mondja, hogy ez egy nagyon zseniális könyv. Bízok benne, hogy az lesz. Na, és akkor a másik kérdésem, bár ugye nyilván itt is már hatszor körbe futottuk, ugye a Straun Admiráláson kívül, aki regény szereplő, tehát nem mondhatod az Akbárt, szóval aki kifejezetten regény szereplő, tehát először regényben tűnik föl, az kicsoda neked a kedvenced? Kimondottan, hogy csak regényben tűnik föl. Van-e ilyen a Straunon kívül? Igazság szerint a Straun könyvekből van egy jó pár olyan karakter, akinek nagyon örültem, hogy kanonizálták. Én nagyon szeretem a kapitányát. A Kimerának a kapitányát, a Pelleon, nem, lehet, hogy rosszul mondom ki, bocsánat, elnézést, nagyon rossz vagyok angolul, Pelleon kapitány, illetve akit szintén áthoztak, ahogy hívjákból, bár mondjuk szegénykének nagyon csúnya vége lett, a Rook, a Nogri. Ja. Igen. De ugye őt kinyírták, őt már nem tudták kanonizálni. Kanonizálták, csak... Kanonizálták, igen. Kanonizálták végül is, csak kinyírták közben. Ugye az eredeti regényben ugye ő öli meg, ahogy nem hal meg, mert ugye ő öli meg a végén a Traunt. Bocsánat, aki esetleg nem látta volna, vagy nem olvasta volna a könyvet. Spoiler! Spoiler veszély volt, igen, elnézést, nem mondtam előtte. Nem baj. Úgyhogy őt nagyon szerettem. És megmondom őszintén, onnan még, aki szeretek, az a Mara Jadinak a karaktere volt, ugye, aki aztán hivatalosan a legendák, hogy a Luke-nak a felesége lesz. Magában a könyvben viszont szerintem zseniálisan van megírva maga a karakter. Az a baj, hogy a többi olyan regényben, olyan karakterekkel, mert ugye, amikor olvastam a Mos Eisley, meg ezek már meglévő karakterek voltak, akik ott voltak. Igazság szerint még olvastam a Kirajzást, és ott is van egy zseniális karakter, ugye, akit összekötnek utána, hogy hívjákkal. Az elméletileg legenda könyv lett, de ugye a Traun könyvhöz kapcsolódik, de ott is egy kicsit nekem ilyen kanonizálás, legenda, ugye ott volt a Luke, ott, a Luke? Hülyeségeket beszélek, na. Obi-Wan Kenobi, a őrült Jedi Master, Jarus Cabot. Na, ő nagyon jó a karakter, és meg egy hatalmas karakter szerintem, hogy feszegeti a kirajzásban azokat a határokat, ami miatt utána olyan, körülbelül olyan volt, mint mint a Qui-Gon Jinn kontra mestere. Úgyhogy őket is, ezek mind a Traun könyvnek a karakterei. Még ugye Kotor könyveket szeretnék olvasni, onnan ugye volt egy-két ilyen karakter, de azokat nem nagyon kötöttem a lelkemhez őket. Ja. Nekem van egy nagy kedvencem, most tényleg spoilerezni fogok, mármint neked, mert te nem olvastad az utóhatást, a trilógiát, és van az utóhatás trilógiában egy kiugrott BBH-s, tehát egy ilyen Kallus ügynök 2 kategória. És ugye mivel én már a Lázadókban nagyon megszerettem a Kallus ügynököt, ezért amikor az utóhatásban is feltűrő, ez mondjuk nem spoiler, mert ha elolvasod a regénynek a fülszövegét, akkor ott már így hivatkoznak rá, hogy kiugrott BBH-s tiszt, Sinchi Rasvelusnak hívják, és ő egy fantasztikusan jó karakter. Nem mellesleg a Star Wars első LMBTQ karaktere, mármint meleg karakter. Ja, aha. Különben. Tehát úgy egyáltalán az egész Star Wars érának az első meleg karaktere, bár ez tényleg csak ilyen nagyon minimálisan van jelen az ő identitása, de mindegy, egy szuper, nagyon jó karakter, és imádom. Úgyhogy majd olvasd el. Melyiket hozták ki hamarabb? Amúgy különben ezt az őrületet most én nagyon felkapták, és most ezzel hát ez az utóhatás trilógia, ez még itt a nagy PC, meg LMBTQ izék előtt volt. Nem úgy értem, hanem a utóhatás trilógia az a nagy filmek közül, azt hiszem még az utolsó Jedik magasságában jelent meg, ugye? Mert ugye, ahogy hívják be, ugye pont ebből volt a nagy fölhördülés, hogy a Skywalker korában, ugye ott a végén, a legvégén is van egy ilyen
Hát ott van két csókolózó nőci a háttérben. Egy nagyon idős, meg egy ilyen lánya lehetnek a kategória. Így van, és ez is egy ilyen fölhördülés volt, ahogy hívják ma. Igen, de ott érezhetően azt akarták, hogy fú, most már a Star Wars is LMBTQ. De nem, az csak egy ilyen, adjuk meg a... amit akarnak, vagy nem akarnak, nem tudom, mennyire akartuk. Azt tudni kell. De viszont így a Sinjirnek az egész identitása, és nagyon jól illeszkedik a regénybe, szóval ő nem csak így, jaj, azért meleg, mert most ez a menő, hanem hogy ő neki ez itt nagyon tényleg jól illeszkedik a regénybe, és hatással is lesz valamilyen szinten a történetre, illetve az ő személyiség fejlődésére. Akkor majd megnézzük, meg elolvasom pontosan, azt nem nézzük meg, hanem elolvasom. Ezt tudni kell, hogy én nem vagyok ilyen se ellene, se mellette, tehát én el vagyok, tehát ez az egész történettel, de én magából a Star Wars-ból ezt azért ezt úgy kihagytam volna. De hát most nem azért, mert hogy ellene vagy mellette, mert nagyon nem, tehát rengeteg ilyen barátom van, aki ez a közösséghez tartozik, és jó barátaim, tehát én nem vagyok ez ellen, semmi ellen. És de viszont én a Star Wars-ban nem tartom. Tehát most bocsánat, hogy átmegyek a másik konkurenciába, a Star Trek-ben már hamarabb el tudom képzelni. Ott is behozták a Zulu karakterével ezt a dolgot. Ott jobban megtok ezzel. Na jó, de ugye ő eredetileg is meleg. Tehát ott a színész is az. Jó, oké. Csak ott, itt most a terjünk, itt maga az egész történetben. Tehát azért tudjuk, hogy a Star Treknek mélyebb hatása van, ott mégiscsak a társadalmi elfogadásról szól, mindenkit elfogadjunk, amióta a világ a Trek az erről szól, ami nagyon jó, tehát ez nagyon jó dolog. Ott ezzel teljesen meg vagyok barátkozva ezzel a dologgal. Én szerintem a Star Wars világában ez nem illik bele. Most kövezzem meg mindenki, aki akar vagy nem akar, tehát, de én a Star Wars-ban nem, a Star Trekbe például már el tudom fogadni, meg esetleg más univerzumokban is el tudom fogadni, akár Asimovnál, vagy bárkinek, mert tudom, hogy ez most önállítja nem volt divat, vagy Dűnébe, vagy bárhol bevezetik ezt a dolgot, de valahogy a Star Wars-nál ezt nem. Mégis most ez egy mese. Tehát nézzük, hogy mese. Belefér a történetbe, mert azért ez tényleg egy hatalmas nagy univerzum, de én azt mondom, hogy én ebből azért kihagytam volna ezeket a részeit a dolognak. Nem azért nem illik bele szerintem. Én ezt teljességgel megértem. Itt mondom, az a jó, hogy tehát vagy az a nem mindegy, hogy csak azért csinálják, mert divat. Lásd, igen, ugye a filmnek a végén, mert az szerintem így csak van, egy az, ilyen... Az divat, egyértelmű. Ezért divat, vagy pedig tényleg, mint mondjuk ugye az utóhatásnál, ugye Sinjir esetében, hogy nem azért írta meg ilyennek, mert divat, hanem azért, mert tényleg az a karakternél adnál az fontos, hogy ő ilyen az identitása, hogy küzdött meg ezzel, ugye, amíg még BBH-s volt, mert nyilván ezt neki erőteljesen rejtegetnie kellett, hogy küzdött meg utána is ezzel, és hogyan van ez aztán az egész cselekményre hatással. Ezt így elfogadom. Ezt a részét viszont el tudom fogadni. No, nem olvastam, tehát elolvasom, biztos, hogy el tudom fogadni, de mozivásznom nem. Tehát valahogy nem tudok ezzel úgy azonosulni, de mondom, nem azért mert, hanem azért, mert a Star Wars, és ez egy mese. Jó, hát én a Gyűrűk urával vagyok így különben. Tehát ugye most megnéztük az új Gyűrűk ura sorozatot, bőven hagy maga után kívánni valót, és nagyon remélem, hogy nem fogják ezt is behozni, mert szerintem meg oda nem való, de ez most egy másik történet. No, hát lassan az adás végére érünk. Van-e még bármi, amit szeretnél hozzátenni? Én örülnék neki különben, hogyha a regényfronton egy kicsit így erősítenék, tehát így tovább ezt a Trump-féle érát, ezt a nem most kimondottan a Trump-féle érák gondolok, tehát a Trump könyvek és a maga, ahogy hívjáknak, a admirálisnak a történetére, hanem az, hanem a Star Wars univerzumnak adnak egy kis mélységet, tehát hogy tényleg cselekmény karakter, amit látjuk is, hogy folyamatosan, ennek nagyon-nagyon örülök, és örülnék neki, hogyha regény szinten is ez folytatódna. Tényleg, aminek nagyon örülök még, hogy magát a eredeti trilógiát, a Tron trilógiából nagyon sok karaktert emelnek át a Tron kívül, tehát a kapitányt is átemelték a könyvekbe. Tehát ma ott is előkerült, a Kimera is átkerült. Ugye ő már Kimera megjelenik már a otyákban is, a lázadókban is.
és onnan is folyamatosan hozzák át, előkerült a Tantiszhegy, ugye, ahol klónozák maga, hogyják a klónozóhegy, ahol elrejtette a császár a hotyákot, de mondják ki, de valószínűleg az. Ezek nagyon-nagyon jó dolgok, hogy így ezekből a könyvekből merít a Star Wars kánon, és kanonizálják ezeket a dolgokat, mert így kis mélységet ad a Star Wars-nak. Bár én mindig azt mondom, hogy a Star Wars-tól nem várok mélységet, mert a Mandalort is azt tetszett, mindegy azt vett itt a személy, űrvesztem. Igen, az, könyörgöm, az egész az. Tehát igen, ez kell, ez a Star Wars, és ez a lényege, hogy menjen, csinálja, lövöldözzön, menjen a cselekmény. Tehát én nekem ezzel nincs bajom, és Star Wars-tól ezt is várom el. Egy dűnétől nem ezt várnám el. Igen, nyilván, de ugye a Star Wars, és tulajdonképpen itt be is záródik a történet, mivel hogy ugye azt beszéltük meg, hogy ez alapvetően inkább olyan mese sci-fi, tehát tényleg nem igazi science fiction, tehát nem az a tudományos, fantasztikus műfaj, ami alapvetően, aminek a tudományos fantasztikum megfelel, hanem annak egy ilyen határ perifériáján mozog valahol a mese, a fantasy és a sci-fi között háromnegyed uton talán, nem tudnám elképzelni, és ugye innentől kezdve nincsenek, vagy nem is az, hogy nincsenek benne akkora mélységek, de nem filozofál annyit, mint mondjuk egy űrodesszeja például, hanem megkapjuk ezeket a hagyományos mesei alapokat, hogy van a jó, van a rossz, és a jó végén legyőzi a rosszat, és a rossz elnyeri méltó büntetését, kész, pont. És ezért szeretjük a Star Wars-ot. Így van. Na hát akkor ezzel szerintem le is zárom ezt a beszélgetést. Köszönöm neked, hogy a vendégem voltál az e-havi Subzsáner adásra, és hát most már csak annyi maradt, hogy elbúcsúzzunk a nézőinktől, úgyhogy sziasztok! Sziasztok! Hello! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az ND Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.